Így néz ki jelen pillanatban a Rákóczi Ferenc általános iskola udvara. A következő tanévben viszont már megújult burkolat és játékok, új növények fogadják majd a diákokat, hiszen az iskola is bekerült az idei képes program kedvezményezettjei közé. Igazi hagyományá vált ez a program itt Fehérváron. 2014 óta működik a közösségi értékteremtő program Székesfehérváron. A kezdeményezés célja pedig azóta is ugyanaz. A vállalati szféra, az önkormányzat és a tankerület összefogásával újítanak fel intézményeket évről évre. Az óvoda udvarok után 2020-tól kezdve a felújítások az általános iskolákban folytatódtak. Idén a Németh László, a Rákóczi és a Kossuth iskola udvarát újítják fel a programnak köszönhetően, és a Hétvezér általános iskolában is történnek fejlesztések. A cégek kerestek meg bennünket 2013-ban, hogy csináljunk egy ilyen közösségfejlesztési programot, és azóta egyre több vállalat vesz ebben részt, most szám szerint 22-en, és Covid ide, háborús helyzet oda, de ez a program ez idén sem marad el, hanem folytatódni fog. Most 4 általános iskolát fog érinteni, 3 esetében a környezet megújítása, udvar megújítása, játszóeszközök megújítása, fatelepítés, növénytelepítés fog megtörténni. Egy iskola, a Hétvezér általános iskola tekintetében pedig egy digitális tanterem jön létre, amihez kapcsolódóan egy szakmai program is működik már a városban. Tavaly óta ugyanis a felújítások mellett ezzel digitális tantermek létrehozásával bővítették ki a programot. A tankerülettel egyeztetve történnek évről évre a felújítások és bővítések az egyes intézményekben. A szakmai szempontokat szoktuk figyelembe venni, illetve a Városgondnokság Kft. Is szokta kiegészíteni azzal a fenntartói kötelezettségükkel, hogy mely iskolák szorulnak milyen jellegű kültéri felújításokra. A digitális tanteremmel egy kapcsolatban pedig egyértelműen a tankerület és az Albai Novárnak a szakembereinek a segítsége véleményére szoktunk hagyatkozni. A program azt vállalta, hogy minden évben egy digitális tantermet kialakítunk a tankerület által meghatározott intézménybe, úgyhogy maximálisan elfogadjuk a véleményüket. A képes program idei beruházásait ismertető tájékoztatón a tankerület vezetője is köszönetét fejezte ki a projektben résztvevők felé. Ugyanakkor Török Szabolcs hozzátette, szeretnék országosan is bemutatni a képes program hozta eredményeket, hiszen a jelenleg működő 60 tankerületi központ közül csak a Fehérváriban tapasztalható ekkora mértékű társadalmi összefogás, melynek köszönhetően évről évre maradandó értékeket teremtenek a helyi közösségek és a gyerekek számára.